Pontban 10 óra 40 perckor megkongatták a kolompot az István Király Általános Iskolában. Tűzriadó gyakorlatot tartottak az intézményben, csak úgy, mint a többi fehérvári iskolában. Az épületet szépen sorokba rendeződve hagyták el a tanulók. 3 perc alatt minden 485 kis diák az iskola előtt sorakozott fel. Minden teremben kint van, hogy melyik útvonalon kell kijönni, hova kell érkezni, és ezt nagyon fegyelmezetten 2 perc, 50 másodperc alatt teljesítették az István Király Általános Iskola 1-től 8. osztályáig a tanulók. De nem ez volt az egyetlen gyakorlat ma Fehérváron. 11 óra előtt 10 perccel a városba telepített lakossági tájékoztató színének is megszólaltak. A lakosságnak azonban nem volt teendője. A pénteki gyakorlatra már reggel összeült a Védelmi Bizottság. Az elképzelt szituáció szerint az egyik városban található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben baleset történt. Az ezt követő intézkedéseket szimulálták. Egy veszélyes anyagokat tároló üzemnél kreálunk szerencsére csak próbaként egy katasztrófa helyzetet. Veszélyes anyagok kerülnek ott a raktárban a levegőben, és a helyi védelmi bizottságot alkotó szervezetek, akik itt mögöttem már gyülekeznek és részt vesznek, el fogják mondani, hogy egy ilyen várost veszélyeztető helyzetben mi az ő tennivalójuk. Az esetleges vészhelyzetek könnyebb felszámolása érdekében évente részleges, 3 évente pedig teljes körűen kötelező megtartani a szóban forgó gyakorlatot, melynek egyes részeit a gyakorlat vezetője foglalta össze a délelőtt folyamán. Egy riasztást követően a tűzoltóink ugye, a távolságmátrixok alapján 6-8 percen belül be tudnak avatkozni ebben a veszélyes üzemben. Az üzem dolgozói azonnal az észlelést követően megkezdik a veszély elhárítást, és a erre hivatott irányítói törzs 2 órán belül megkezdi a tevékenységét, amennyiben a veszélyhelyzet elhúzódna. A rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem és a város részéről is mindenki időről időre részt vesz ezeken a gyakorlatokon, hiszen egy valódi katasztrófa helyzetben összehangolt munkára van szükség.